Nem könnyű rendesen élni, ha a rendes dolgok nem rád vannak tervezve. Túl magas az SS pólóba, túl vékony az MS-be. Jól, igazán semmi se áll. Bármi rám jön csak, mintha minden csak kölcsön kaptam volna. Olyan kicsit, hogy az egész világ bennem van, bazd meg, csak így nem nagyon tudok mit kezdeni vele. Szóval, hogy hülyeségeket beszélek teljes meggyőződéssel, aztán ugyanakkor a lendülettel cáfolom meg őket. Egy 15 éves lány tumblerje vagyok. Mármint, hogy nem koherens. Egyszerre akarok a csendes bölcs, meg a szikrázó lángelme lenni, hogy aztán látványosan ne legyek egyik se. Folyton ez történik, de komolyan bazd meg, mindig. Akármi az irány, mindig ide jutok. Két szék közé, a pad alá. Bezuhanok a gecibe, mert nem ér át a lábam az egyik székről a másikra, pedig kisgyerekként még spárgázni is tudtam. Én tanítottam meg a lányoknak, hogy kell széttárni a lábukat. A fiúk meg egy mondókát gyakoroltak rajtam. Nagyon egyszerű kis rigmus, úgy szól, hogy búzi, búzi, búzi. Egyszerre voltam a legcoolabb arc, meg a legnagyobb csicska 6 évesen, és ez azóta sem sokat változott. Lúzerek királya, királyok lúzere. Annyira féltem attól, hogy beskatujázom magam, hogy most nem tudom eldönteni, hogy nagyítóval vagy távcsővel kéne keresni az identitásomat. Én csak valaki akartam lenni. Aztán most, hogy ez megvan, el kéne dönteni, hogy kicsoda. Ki minek gondol, az vagyok annak. Vagy valami ilyesmi gondolom én, miközben gondolázok a sekély csatornákon, evezek, mereztem a szemem a vízre, hát ha meglátok valamit, ami hasonlít arra, aminek elképzeltem magam. Amikor a szárazföldön kerestem, akkor mindig csak beestem ide. A két szék közé, a pad alá. Mert én tudtam, hogy le akarok ülni valamelyik székre, csak nem tudtam soha eldönteni, hogy melyikre, mert hát azért az is elég jól néz ki, meg azért ez se rossz. Szóval olyat, hogy mindkettő, olyat lehet? És akkor szétnyílt az ég, és leszólt Isten. Ülj le a padra, hülye gyerek. Én meg annyira összeszártam magam, hogy azonnal leültem a padra. Bazd meg! Hát ezen el is férek. Faszomnak se kellenek a székek, vágod? Aztán azóta azon kattogok, hogy nem jutott eddig ez eszembe. Pedig bazd meg ülni nagyon egészségtelen ezen, meg el is tudok feküdni is, idefér az összes cuccom, amit cipelek, meg le tudnak mellém ülni mások. Hogy a picsába nem jutott ez nekem eddig eszembe? Hogy nem muszáj a pad alá esni, hanem le is lehet ülni rá. Geci?